Györffy Lajos, karcagi születésű szobrászművész, 1985 óta él és alkot Püspökladányban. Első egyéni kiállítását is itt, a Művelődési Központban tartotta meg 1986-ban. 1994-ben Pro Urbe díjat kapott, 2001 óta a város díszpolgára. Alkotásai a Felvidéktől Kárpátalján át Erdélyig, a Kárpát-medence szinte minden pontján megtalálhatók. Én Karcagon nőttem föl, egy csikós család negyedik gyermekeként. Itt az Ágotai hídtól egy kicsit bentebb, Kunlaposon. Apám 2-300 lóra vigyázott annak idején, és egész gyerekkoromat a lovakon töltöttem. Nekem a szabadság volt az első. Ugye, amit először éreztem, apámat megkérdeztem. Lovagoltam, hogy meddig mehetek el, azt mondta, horizontig. És ez a horizont, mikor lovagoltam, mindig messzebb volt. Soha nem értem utól, talán még most is ezt kergetem. A családom úgy néz ki, hogy a bátyám szobrász 9 évvel idősebb, mint én. Ez egy családban azért elég sok két gyermek között 9 év, tehát ő kezdte ezt a pályát. És nekünk gyerekeknek a nővéremékkel, különösen a kisebb nővéremmel elsőben természetes volt. Mi porba rajzoltunk, csináltuk a dolgunkat, és nem foglalkoztunk be az, hogy szobrászok legyünk. Én akartam autószerelő lenni, asztalos lenni, minden, és közben tanárnőm, Katona Sárika rajztanárnőm ajánlott, hogy próbáljam meg a képzőművészeti szakközépiskolát. Apám nem akarta, mert ő azt szerette volna, hogy TSZ-elnök leszek, mert ez abban az időben az volt a jó fizető állás. Egy művész akkor csóró volt abban az időben. És fölvettek a budapesti képzőművészeti szakközépiskolába üveggyári rajzolónak, ugye, mert Karcagon volt az üveggyár, de csak egy fél évet bírtam, mert úgy gondolom, hogy az a szakma egy fél év alatt megtanulható volt számomra. Nem nyújtott többet, és átjelentkeztem szobrászakra. És onnantól 74-től folyamatosan szobrokat csinálok. A szakközépiskola után esti, ugye a képzőművészeti főiskolán katonaság, és akkor 82-ben kezdődött a képzőművészeti főiskola, szobrászszak, Borsos Miklós. Ez egy ünnep volt számunkra, hisz egy 80 éves mester, 20 éves fiatalok, nagyon nagy szerencsénk volt egy európai műveltségű ember kezei közé kerülni, aki soha nem nyúlt bele a munkáinkba, inkább mesélt a nagyokról. És ez volt a szép és a jó szerintünk, hisz ha magunk jövünk rá dolgokra, akkor az természetes és beívódik az ebben belsőnkbe. És nem kell azt nézni, hogy mit mondott más, és hogyan csináljunk meg, hogyan oldjunk meg dolgokat. És így természetes volt számunkra az, hogy a szobrot csinálunk, akkor megtanultuk, egymástól tanultunk, kollégáktól, és a mester mindig figyelmeztetett arra, hogy mire figyeljünk. Főiskola után, az úgynevezett szabad évek után jött az élet. Közben a szerelem, a feleséget Marisa, lengyel lány, a fiúknak az édesanyja, ma is lengyel állampolgár. Engem Püspökladányban Matolcsi Lajos hívott. Másodikos voltam a főiskolán, amikor Sándor bátyám csinálta a Petőfi iskolára a Petőfi domborművet. És Lajos akkor átjött Karcagra, én már ott bronzot öntöttem Karcagon. Másodikos koromban emlékszem, egy kis lányportrét öntöttem bronzba, és akkor ajánlotta föl, hogy nem eljönnék Püspökladányba. Hát mivel Karcagon ott volt a bátyám, mondom, hogy miért ne? Ráadásul ösztöndíjat is adott, úgyhogy ez egy főiskolásnak nem volt rossz. Azóta úgy gondolom, hűséges ember lettem, hisz itt vagyok Püspökladányban még ma is. Az első egyéni, kunsági és sáréti kiállítások után Györffy Lajos alkotásai eljutottak Ausztriába, Hollandiába, Dániába, Olaszországba és Németországba is. Munkásságát számos díjjal, többek között Holló László díjjal, Kölcsey Ferenc díjjal és Magyar Örökség díjjal ismerték el. A kezdet mindig nehéz. Ugye nehéz azért, mert meg kell találni az embernek önmagát. Nekem az, hogy egyrészt van a bátyám Sándor, hogy ne Sándor legyek, hanem én legyek.
és neki is Györfinek hívjanak, hanem Györfi Lajosnak hívjanak. Ezért nagyon meg kell küzdenem, és meg kell találni a saját arcomat, karakteremet, miben vagyok én jó. De szépen alakult az élet, úgyhogy egyrészt a szakmai létem, másrészt viszont az a lét, hogy jött a család. Ugye először is Lali. Lali az 85-ben született. Ugye még akkor jöttem Püspökladányba, még lakást nem kaptam meg. Így Karcagon laktunk egy-két hónapig, és 86. januártól vagyunk Püspökladányba. Rá 5 évre Ádám, és itt teljes boldog a család. Ma már unokák vannak, ugyanúgy két unoka, tehát az idő azért eltelt közben 20-30 év. Györfi Lajos két fia közül Ádám választotta a családi mesterséget. Nekem nagyon nagy büszkeség, hogy Ádám szobrász lett. A gyerekkorukról beszélve, nagyon kicsiként a műteremben nőttek föl. Tehát Lali is, Ádám is. Lali is fantasztikus szépen rajzolt. Egészen hatodikos koráig. Tehát a legjobb rajzosok egyike volt Lali, még a régi műteremben volt a Rákóczi utcán. A falra ki voltak téve nagy papírok, emlékszem, és végigrajzolt autókkal. Akkor csináltam 90-ben, vagy 91-ben földes azt a hatalmas nagy harangot. Egy háborús emlékmű, sose felejtem el. Lali egy kis kék sapkába volt, és valamit matatott. Már levettük a gipszformát magáról a harangról. Ez egy ilyen nagy harang volt, egy 120-130 centis harang. Én meg úgy mondom, de jól néz ki a fiú, és akkor megmintáztam a harang oldalára Lalinak a fejét. Talán életem legszebb portréja volt a kicsiről. Egy pár perc, 10 perc, nem tudom mennyi lehetett, de körbeért Lali a harangon, rajzolgatott rá valamit, én nem láttam. Fogott egy lécet, és fogta, és szétverte a portrét. Mondom, te mit csinálsz? Azt mondja, hogy ha te nem becsülöd az én munkámat, én sem becsülöm a tiédet. Hát nem láttam, hogy a fiú, ugye 5 évesen, pici kis házakat, meg akármiket rajzolt. Azért mondom, nagyon jól rajzolt hatodikos koráig, mert Ádámnak viszont fantasztikus másoló tehetsége volt. Tehát azt jelenti, hogy ha Lali hatodikos volt, akkor Ádám belső másodikos, tehát nagyon kicsi fiú volt, és Lali, amit hazahozott rajzait, azt Ádám lerajzolta. És egy az egybe ugyanúgy le tudta másolni. És Lali olyan dühös lett, azt mondja, na, ezt a fiú többet engem nem másol. És azóta nem rajzolt. Ugye, tehát, de kialakult az élete. Tehát Ökrös nagyapám, mikor nevenapja volt, mindig azt mondta, hogy mit hozzunk nagyapám, azt mondja, nagyapám, nem bánom, fiam, csak történelem könyv legyen. Tehát Lali valamit átörökölt ebből a örökségből ő is, hogy a történelmet szerette nagyon. És ő az a típus, anyja típus, tehát Marisa típus, hogy egyszer elolvas valamit, ő meg is jegyzi. Mi Ádámmal vizuálisabbak vagyunk sokkal, tehát mi képben látunk, tehát teljesen másképp gondolkozunk. Egész gyerekkorunkat a műtermünket ő tudta. Tehát Ádám tényleg 2-3 évesen már kis érmékeket csinált, még meg is vannak, az a cím az első érmének, emlékszem. Látom, hogy egy plasztelinbe így egy tollat így ütöket így bele Ádám. Mondom, hát ez meg mi lesz? Azt mondja, buborékok. És meg is van az érem, az is egy gyönyörű kis érem, ez volt az első érmed, én azt hiszem, hogy életedben. És közben voltak, tehát ezt nem kell elfelejteni, hogy a 80-as években Ádám, mikor ugye pár ébredezett, tehát óvodás volt, meg már kezdett iskolába, akkor működtek Ladányban a nemzetközi művésztelepek. Amit a Rákóczi-ti műteremben csináltunk, hát a fiúk végig ott voltak. Ugye hát ő neki a spanyol világhírű festő Gabalra a legjobb haverja lett, aki festette a bérházra a darabokat. Szóval az egy fantasztikus kapcsolat. Tehát Ádámnál mindig ott volt Gabalra mellett, ugye vitte neki az ecsetet föl a létrán, minden. Tehát együtt, szinte majdnem együtt festették már 5 évesen azt a képet, mindig ott volt mellett. Egy gyönyörű fotók is vannak, tehát ez... Nagyon jó élmény volt, hogy be tudott illeszkedni abba a körbe, a baráti körbe, akik itt voltak, és a kicsi mindig velünk volt. Györfi Ádám első egyéni kiállítására szintén Püspökladányban, a Karacs Ferenc Múzeumban került sor 2010-ben.
A fiatal szobrász nevét édesapjáihoz hasonlóan hamar megismerték Debrecenben, Budapesten, valamint a Felvidéken és Erdélyben is. Első igazán komolyabb dolog az 9-ben volt, vagy 2000-ben volt, 10 éves lehették, 9-10 éves, a Makói Lovasz szobrot, mikor csináltuk. Mi annyit láttunk, hogy nem tudtuk megoldani a lónak a hátsó patáját, amit hátsó lábát, amit behajt. Lép. Kis Jenő kollégámmal csináltunk ezt a nagy lovasszobrot Szent Istvánról. Mi fönt dolgoztunk létszáról, fönt a felső részeken, és Ádám valamit matatott ott lent. És akkor lemegyünk, nézzük, hogy te csináltad, nem. Jenő rám nézi, nem. Hát Ádám úgy megmintázta a ló lábát, 9-10 éves, azóta is úgy van az egésznek a lónak a lába, amit mi nem tudtunk megoldani, és innentől tudtuk, hogy ez már biztos, hogy Ádám szobrász lesz. Nyilván, amikor tehettem, akkor a műteremben voltam én is apánál, és hát elég hamar eldőlt, hogy én mi szeretnék lenni, hogy szobrász szeretnék én is lenni. Óvodáskorom, tehát tulajdonképpen mióta az eszemet tudom, azóta tudom, hogy én, hogyha fellövök, tudtam, akkor szobrász leszek. És tudtam, hogy ez egy nehéz szakma, ugyanis láttam apán, hogy rengeteget dolgozik, és de az a kitartás, ami és ez a munka kívánat, ez a munkaerő is, ez olyan volt, hogy egyszerűen ez vonzott az egészbe, és a munka szeretete. Mindent együtt csináltunk. Soha nem volt az, hogy valamire kényszerítettem volna. Tehát én megmondom őszintén, hogy én belülről örülök a szívem. Tehát soha nem mondtam neki, hogy szobrász legyen. De kívántam belülről, de soha nem voltam erőszakos. Tehát ezt Ádám is érezte végig. Persze, hát nyilván csináltam én is a dolgomat, ott voltam a műteremben. És tényleg, amit apa is mondott, hogy nem volt semmi megszabva, tehát tényleg önmagam lehettem. Ha kedvem volt kalapáccsal, vertem szét egy követ. Azt csináltam a műteremben, ami éppen jól esett, és pont ez, hogy ki tudtam teljesedni, mind szakmailag, mind gyerekként is, mindenhogy. Tehát... Ami szerencsés, indultam még el. Közben vágok annyival, hogy mikor Ádám eldöntött, hogy Budapesten ugyanúgy a szakközépiskolába, a Török Pál utcára, a kisképzőbe megy, ahova én is jártam, meg Sándor bátyám is járt. Előtte Ferenci Zsolt vezetett Püspökladányba úgynevezett rajzfestő szakkör, ami ugyanott volt a Rákóczi úton, az akkori galériába tartott a Zsolt, és Ádám nagy szeretettel járt Zsolthoz, tehát vagy két évig legalább jártál Zsolthoz, és nála ez a festészet irány igény rengeteget festett a bakorba is kialakult, tehát nem csak ilyen plasztikus dolog, hanem a színekkel is nagyon jó bánik azóta is Ádámhoz. Igen, tehát Ferenci Zsolttal, amikor úgy elkezdtem ténylegesen készülni arra, hogy ilyen irányú iskolába megyek, az ugye ilyen hatodikos, hetedikes lehettem, akkor Ferenci Zsolt volt az, aki úgymond rajzot, festészetet tanított, tehát ő is készített, nyilván apa is, de ő hozzájártam szakkörbe, és az is ott volt ugye ott a műteremben. Igen, nem baj, egy kicsit más szemmel is lát egy gyerek. És nagyon sokat köszönhetek neki, mert ugye a színek az, ami a plasztikához egyébként nem kell, de egy külön szemléletet ad még, és szerintem plasztikailag is fontos a szín, fontos tud lenni, úgyhogy Zsoltnak tényleg sokat lehet köszönnöm. Minden szakmának megvannak a maga nehézségei és szépségei. Nincs ez másként a szobrászmesterség esetében sem. Nehéz nehézséget mondani, tehát nyilván az ember csinálja, akkor szereti azt, amit csinál, akkor nehéz nehézséget találni. Hát nyilván, amikor akár amikor iskolába jártam, akkor nekem úgy nézett ki, hogy ugye nekem is ugyanúgy le kellett érettségiznem, mint bárki másnak.
és mellette még a szakmát is kellett tanulnom. Ugye a képzési parművészeti szakközépiskolában érettségiztem, és rá egy évre pedig szakmából is kellett érettségiznem. Tehát az óraszámok, a heti óraszámok azok nem úgy néztek ki, mint egy normális gimnazistának, tehát egy jó 10 órával sokkal több, tehát 10 órával több óránk volt, és emiatt szombatonként is kellett például járnom. Tehát nyilván az idő az, ami a ráfordítás, ami talán még más mondjuk pihent, addig még én éppen még szombaton is az iskolában voltam, de ez így volt jól, és így van rendjén. Tehát nyilván az idő, hogy például ha reggel 8-kor valaki elkezd dolgozni, és tudja, hogy délután 4-kor befejezi, ez nálunk nem így van. Tehát nyilván lehet, hogy elhúzódik éjfélig, reggelig, attól függ, hogy éppen a munkák hogy jönnek össze. A pozitívum pedig, hát nyilván minden szépség, ami az ember közben átél, miközben mintáz, teljesen szabadon tud az ember gondolkozni, csak ő van és az, amit csinál, és ettől nagyobb szabadság nem hiszem, hogy kell az embernek. Györfi Lajos és Ádám első komolyabb közös munkájára 2012-ben került sor. A Kunok csatája, illetve a Kunok vándorlása című domborművek a kisújszállási Kumánia gyógy és strandfürdő díszítik. Az első közös munkák úgy kezdődtek, hogy Ádám minden szobromból hagyta az új lenyomatát, meg Lali is. Talán már is, talán nem meg mindent, de mikor majdnem kész volt már a szobor, tehát közben is így gyúrták az anyagot, tehát itt voltak velünk, és rakták, adták a kezünkbe az anyagot, ő csinált az egyik részét, én a másik részét, tehát kicsi korában persze, hogy még nem minden úgy sikerült, de itt voltak segített, tehát a létre tette ilyen a nagyszobrokat csináltunk, tehát fantasztikus a hogy hogyan nőttek bele, és ezért lett természetes Ádám számára is, hogy egy szobrot csinál. A közös munkák, azért mondom, hogy minden munkám, amit csináltam, már majdnem közös munkának lehet nevezni, hisz gyerekkorától Ádám gyúrta és csinálta, és itt volt, és benne van az új lenyomata. Az elsők, amik úgy voltak, az hajdúdorogi domborművek. Ugye hajdúdorogon csináltak téglából egy olyan kerítésrendszert, több száz kerítés téglaoszlop van, ami hajdúdorog és magyar szellemiség nagyjait szeretnék megmintáztatni, és ezekben ekkora bronzdomborműket csináltunk. Előbb én csináltam, vagy kettőt-hármat, amivel Ádám már persze besegített, mert nem mindig volt időm. Csak én írtam alá, tehát ezt őszintén bevallhatom, és utána folyamatosan, amikor elvégeztem a képzőművészeti egyetemet, akkor már hivatásosként ugye fölkérték, és elég sok domborművet csinált oda is. Ami első nagyobb volt, az a halászok álm, az ebesített talán előtte, mondjál a halaskútról. Hát vagy a kisújszállás. Meg a kisújszállás, igen. Sok van már, ugye, mert akkor mondom a kisújszállás. Tehát kisújszállásra csinálták a Kumánia gyógyfürdőt, és ott belülre, mivel Kumánia, tehát a Kunokról kértek, a Kunok vándorlása és a Kunok csatája. 3 méter 20, 3-30-szor, nem tudom milyen magas már pontosan, több figurás kompozíciók, és itt is sűrű volt az idő, Ádám meg szerencsére akkor itthon volt, ugye, mert nagyobb idejét Pesten töltötte még akkor, és mikor az egyikkel kész voltam, a másikkal már nem annyira boldogultam időben sem, és az egyik domborműnek a felét, tehát a szürke marhát, és a juhokat, azt Ádám mintázta, de az a legszebb része, mondom, a nagyon friss, szabadon csinálta, és nagy élvezettel. Ez volt az első nagyobb munka. Utána jött a halászok álma ebesen a nagy főtéri diszkút. Oda kértek föl, csináljunk egy nagy kompozíciót. Én középre megcsináltam a halászok álmát, tehát egy hatalmas egy háló, vagy harcsák, csukák, mindenféle halak vannak benne. És ebből Ádám kiugrasztott egy 90 centis harcsát, tehát ez nem meséljen elő, hogy... Hát igen, ez mészkőből készült, abból faragtam, és az egész úgy van kitalálva, hogy egy ivókút, és hogy a kicsi gyerekek is tudjanak belőle inni. Ezért
úgymond a harcsa farkát így visszafordítja a teste felé, és így fel tudnak rá lépni, tehát a kisebbek is fel tudnak rá lépni és inni belőle, ami ugye úgy a szájából tudja kapni a vizet. Hát itt az volt nyilván a fontos, hogy összhangba kerüljön az apa kompozíciójával, ez mellette, mellé került a anyagában. Egy kompozíció, ez a különálló mű. Igen. 2016-ban készült el a makói Návai Lajos szoborcsoport rekonstrukciója, melyen Kis Jenő Ferenccel közösen dolgoztak a szobrászművészek. Ahogy Lajos fogalmaz, az utóbbi években tapasztalható technikai fejlődés nagyban megváltoztatta az alkotás folyamatát, ezzel pedig nem könnyű lépést tartani. Mint mondja, többek között ezen a téren is nagy segítség, hogy fiával dolgozhat együtt. Az van már mai világban, hogy nem úgy van, mint régen nálunk, hogy láttunk egy kézirajzot, és akkor az elég volt, ma már látványt, nem tudom micsoda, én nem értek hozzá, tehát minden szobromnak Ádám csinálja. Tehát Ádám ezt annyira ért, hogy szerintem Pesten ütöntött a tanárját az egyetemen, mert majdnem így volt. Úgyhogy nagyon fantasztikus dolgok már ezek, tehát ez egy más világ, ugye? Ez egy új generáció, új nemzedék már, mások az igények, és Ádám meg tud felelni ennek az igénynek. Én már lassulok, tehát én már nem tudok, tehát neki be kell segíteni minden munkával, mert tőlem kérik, ugye, és a látványterveket én nem tudom számítógépben megcsinálni, én meg ennyit csinál, az kész, én csak nézek. Most is ezen dolgozunk éppen, tehát... Hát igen, tehát a látványtervek nyilván... egy rajzi formában, vagy maga a kis makettet bemontázsolni a helyszínre. Tehát ezeket szoktam elkészíteni nyilván apának, meg hát magamnak is. Tehát nyilván, hogy pályázatot beadunk, akkor ez már elengedhetetlen, hogy egy ilyen szintű látványtervet be tudjon az ember mutatni a majdani alkotáshoz. Eddigi legnagyobb munkájuk a debreceni Kálvin téren található Kálvin csillag 2017-ben, a reformáció 500. és a Magyar Református Egyház létrejöttének 450. évfordulója alkalmából készült el. A reformáció 500 éves évfordulójára Fekete Károly püspök úr kért föl bennünket, és a püspök úr úgy döntött, hogy igen jó kapcsolatban van a családdal. Tehát Sándor bátyám is rengeteget dolgozott már a kollégiumnak és a református egyháznak, jó magam is, és Ádám is, mert utolsó években már rengeteg érmet, sok mindent csinált a református egyháznak. Püspök úr nyitotta meg kiállítását is, és egyértelmű elhatározása volt, hogy nem ír ki pályázatot, hanem fölkéri a Györfi családot. Ami az, annyit jelent, tehát ez a film ilyen szempontból is jó, hogy a bátyám és az ő két fia, jó magam és az én fiam Ádám, tehát öten alkottuk meg ezt a művet. Nos, itt is elég kevés idő van, de nagyon nagy mű. Tehát nagyon nagy a téri kiterjedése, és kevés idő alatt megcsinálni, tehát egyrészt többen kellettünk hozzá, és mindenki csinálta a dolgát. Tehát talán ez a legmonumentálisabb közös emlékművünk, amit eddig csináltunk. Ebbe Ádámnak nagyon nagy része volt. Egyrészt a számítógépes látványoknál, másrészt a kinagyításoknál, és ő mintázta a András keresztes rácsot, a mondjad, mik van? Hát tulajdonképpen Bibliát. Az úrasztalán lévő bronz szobrokat, tehát az úrasztalát. A hólyagos kelyhet. Úrasztalán a hólyagos kelyhet, a kenyeret, Bibliát. Az énekeskönyvet, tehát ezek, amik így rajta voltak. És mivel Ádám a legérzékenyebb köztünk, tehát ilyen értelemben a líraiságot a mintázásban, ezért ő csinálta a legfinomabb dolgokat, tehát ami közvetlen lent vannak, ami kézzelfogható, amit megérintesz, közelről meg tudod nézni. Neki van a legjobb szemlővény, nem szemüveges is. A szobrászművészeket a további terveikről is kérdeztük. Hát most dolgozunk több dolgon is, éppen most hívtak a minisztériumból is, külügyminisztériumba kell csinálni az eddigi külügyminiszterekről egy hatalmas nagy táblát, amin még pontosan nem derült ki, most van tervezés alatt, de 3 hónap múlva fel kell állítani. Zágrábba is kell csinálni a külügyminisztérium konzulátusi épületére kőfaragványt, de egy igazán nagy munkán dolgozunk, ami Rákóczi
lovasszobor lenne Beregszászra. Ezt május 20-a körül szeretnék felállítani. Most vagyunk tervezés alatt. Ezt a kis makettot, tehát általában a szobor úgy készül, hogy megtervezzük, ugye megcsináljuk a látványterveket, a helyszínre bemontázsolva mindent, tehát, és meg kell csinálnunk a kis makettot, ezen dolgozunk. Most jelen pillanatban már megvan mintázva maga Rákóczi kis lovas, tehát a lovas figurája, és jövő hétre egy az egybe kész lesz a kis makett, ami azt jelenti, hogy talapzatra rá lesz téve, és mindig megcsináljuk anyagból, hogy a megrendelő lássa azt, hogy mit fog kapni. És ezen dolgozunk most. Tehát ez ami nagyon éles, és nagyon rövid a határidő. És ebben örülök, hogy Ádám is részt vesz, mert eddig úgy vett részt lovasszobrokba, hogy segített nekem. Most viszont közösen csinálunk lovasszobrot, ami teljesen más. Tehát tudunk együtt dolgozni, mert megbeszéljük a dolgokat, és hallgatunk egymásra. Tehát egy ember, ha egyedül csinál valamit, akkor belenézi magát. És ha ketten vagyunk, akkor szerintem sokkal jobban hall, de ezt a Návai szobornál hárman is voltunk, ugye, és... Mindenki más. A nagy szobor olyan, hogy fönt vagy a plafonon, 3 méteren, és mintázod, és aki szeret mintázni, az semmi gond, mintázza a szobrot. Olyan jó néz ki közelről, lemegyek, valami szörnyűség. Ugye, és ezért jó, ha valaki megnézi lentről, hogy figyelj, kicsit balra tegyél még. Még egy picit. Ugye, és akkor az közelről nem látod. Ahhoz mindig le kell menni. Itt is a nagy ajtót ki szoktuk nyitni, hogy itt a nagy szobrot mintázunk, és el tudunk menni 50 méterre. És akkor meg lehet nézni a szobrot messziről, mert a téren általában messziről látja az ember a szobrot. És ha közelről nézem, az olyan, mint mikor a fotólencsével oda vagy az ember, és így betorzít egy szobornak, és akkor ilyen gnóm lesz az egész szobor, szóval az mindenképpen távolról kell nézni egy szobrot. És ha egyedül vagy, most ha csak lejössz 50-szer egy nap, már elfáradsz, közben még a kezedben van több más agyag, ezért jobb, ha többen dolgozunk, és egy olyan szakemberrel, aki tudja a dolgát, akkor még jobb. És azért örülök, hogy lovasszoborba végre együtt veszünk részt, ugye, mert én rengeteget csináltam, hogy hát, ha ő is a jövő nemzedéknek még csinál egy-két lovasszobrot, mert még szerintem lesz rá igény Magyarországon. El tudod képzelni, hogy a te gyermeked is ezt a hivatást válasz? El tudom, és örülnék is neki. Tehát szerintem jó érzés lehet az, hogyha az embernek a gyermeke ugyanazt a hivatást vállalja, vagy ugyanazt választja magának, mint ami itt az apja. És el is tudom képzelni, tehát szerintem rátermet lesz Ádámka erre a feladatra. És szerintem, hogyha ő is úgy gondolja, ez majd nyilván még később dől el, tehát még most múlt 1,5 éves, de az már látszik rajta, hogy vonzódik a plasztika iránt, és amikor itt volt van kint a műteremben, akkor tehát úgy csodálattal nézi a szobrokat, és hát pont a Návai Lajos szoborban már az új lenyomata benne van, tehát bele nyomtuk, úgyhogy a lehetőség az előtte van. Neked bent Debrecenben, Ádám, bent van egy műterme debreceni művésztelepen, a Móricz Zsigmondon. Ugye, és ott Ádám Kotton a műteremben úgy, mintha itt lennénk, tehát ott gyúrja, mindent már föl kell pakolni, mert hamarabb meggyúrja, mint Ádám. Igen, tehát úgymond egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy otthon tudok lenni, és a családommal, és közben tudok dolgozni, és talán ez Ádámkának is jó, hogy benne van, benne élő is, tehát ugyanúgy, ahogy én éltem, annyi, hogy nekem ugye el kellett menni a műterembe, neki még ez se kell, mert egy küszöbb választja el a műtermet és az otthont, tehát ez szerintem egy jó dolog. Tehát egy nagy játszótérnek ez egész műterem. Igen. Lajos Karcagon nőtt fel, Ádám pedig ma már Debrecenben él. Ennek ellenére mindketten kötődnek Püspökladányhoz, otthonuknak tekintik a várost. Ehhez kapcsolódóan tettük fel nekik a kérdést, mit jelent a szülőföld, mit jelent kunsági, sáréti embernek lenni. Nyilván én itt nőttem fel, tehát én születésem óta már Püspökladányban lakok, és
Hát a gyökerek azok, amik az embert visszahúzzák, tehát bárhol vagyok, akkor hazavágyok. Tehát hiába vagyok én most Debrecenben, Debrecenben is jó, nyilván ez egy, nem egy nagy elszakadás, tehát mégis a megyébe maradtam, de ugyanúgy érzem magam ladányinak, mint debreceninek is, és hogyha Debrecenben vagyok, akkor egy idő után azt érzem, hogy haza kell jönnöm, és itthon lennem egy kicsit. De nyilván ez jól is van így, ugye apának is itt van a műterme, tehát a közös munkákat, meg nagyobb munkákat, azokat általában itt tudom én is megcsinálni. Nyilván van olyan munka, amit be is tudok vinni, akár közös munka, vagy olyan alkotás, meg nyilván a saját dolgaimat, azokat bent azért meg tudom oldani. De hát ladányhoz mindig vissza húzza az embernek a szíve. Hát a gyökerek, a szülőföld, az számomra az nagyon fontos dolog. Tehát én karcagi vagyok ugyan, a Sárét, vagy a Kunság az egy és ugyanaz. Itt csak ilyen Nagy Kunság krónikái, vagy Őrf Istvánnak vannak ilyen vitái, hogy a Lőzérhalmi esetében is, ugye, hogy nem tudom, ki ismeri ezt a dolgot, de talán elég sokan, hogy annak idején még Karacs volt a karcagnak a fő szolga bírája, és huncut ember volt, a Lőzérhalmon megöltek egy törököt, ez a lényege. És ugye a szolnoki bég ugye azonnal lejött a kis csapatával, és egyből karcagra, hogy na akkor, ugye ezért fizetni kell, ez volt a lényeg. És tudni azt a dologba, hogy a két település évszázadok óta vitatkozott a területeken, és azonnal mondta Karacs, hát ez nem a mi területünk, ez Püspökladány. Ugye átjöttek Püspökladányba, itt is bejöttek, megkérdezték, hogy önök a terület, persze, hogy még, ahogy megfizettették Püspökladány, hogy még ma is nyagi. De hát ez egy jó viszony, hisz gyerekkoromban én apavárán születtem, ott volt a kis tanyánk, ugye 60-ban, 62-ben költöztünk át Árgotára, a Csikótelepre, vagy Kullaposra. Közelebb volt Püspökladányi piac, mint a karcagi piac, úgyhogy apámékkal, anyámmal gyerekkorunkban rengeteget jártunk Ladányi piacra, tehát rokonaink éltek itt, tehát ez mondhatni, hogy olyan, mint a Budapesten átmész egy másik kerületbe, csak ugye ez egy. És én úgy kerültem, én haza akartam jönni, amit már mondtam az elején, de nem mehettem, mert karcagon él a vágyám. És azért szerencsésen jött nekem annak idején ez a fölkérés, hogy költözzek Püspökladányba, mert végül is így hazajöttem. Itthon vagyok, tehát, és jól érzem itt magam, már teljesen megszoktam. Ám bár az elején mondtam apámnak, még szegény, mikor élt, hogy a kutya is másképp bugat, ugye Püspökladányba. Tehát volt itt azért valami másság, amit meg kellett szokni. Talán az, hogy kevesebb embert ismertem, mert karcagon majdnem mindenkit ismertem, és általános iskolában oda jártam. Itt meg úgy szép lassan évek kellettek ahhoz, hogy kapcsolatrendszert alakítson ki az ember. De a gondolkozás volt egy és ugyanaz. Tehát a gyökereink azok teljesen ugyanazok. És én megmondom őszintén, hogy lengyel lánya feleségem Marisa, de én nem is tudnék máshol élni. Tehát én annyira a szülőföldhöz, földhöz kötött ember vagyok, hogy még ha messze elmegyek, akkor is jönnék már haza. Tehát nekem nagyon fontos, és a gondolkozás módban is fontos, hogyha valamit csinál az ember, akkor itt otthon van. Ugye ez az én világom, abban a szellemiségben jöttem föl. Tehát itt ezen a református világban, ami a szobrászat szempontjából csupán a rendszerváltás után jelentett fölszabadulást, hisz a reformáció, ha megnézzük, a templomban nincsenek szobrok. Ugye a puritánság jellemzi, de a puritánságon belül a tisztaság van, a becsületesség. És ez, ami engem megfogott és köt, és jól érzem itt magam. Tehát ott élek, ahol jól érzem magam. Az más, hogy 99%-át mi olyan emberek vagyunk, hogy egyedül töltjük a műterembe.
Tehát magunkkal vagyunk, csináljuk a dolgunkat, és az a jó, ha senki se szól hozzá, mert akkor tudjuk megcsinálni azt, amit csinálunk. De ha kimegy az ember beszélgetni, ma már úgy vagyok, hogy gyalog már nem szeretek végigmenni az utcán, mert nem érek oda. Ugye, hisz akkor azonnal beszélek ezzel az emberrel, azzal mennék időre, de nem tudok, mert hú, Lajos, akkor egyből mi van már, mit csinálsz, hogy minden, és akkor néha el kell bújnom ahhoz, hogy dolgozni tudjak. Ma már túl sok embert ismerek. Ugye már jó értelemben értem ezt a dolgot, és, de jól érzem itt magam kis körülállban.